Jól kezdte a meccset Miskolcon a Nyíkcseszegfű bútor, az első negyed végén vezettek a nyíregyháziak, sőt, még a félidőben is szoros volt az állás. A harmadik negyedben aztán eldöntötte a mérkőzést a házigazda, így továbbra is 4 győzelem és most már 12 vereség áll az újonc neve mellett a tabellán. Az egyesület elnöke szerint tudták, hogy időre lesz szükségük ahhoz, hogy felvegyék a magasabb osztály ritmusát. Kellett pár hónap, hogy egyenesbe kerüljünk és megvessük a lábunkat. Bízom benne, hogy ez a csapatra is ráragad, és a fiúk is ezt érzik. Én úgy tapasztalom az elmúlt néhány mérkőzésen, hogy ez most már egyre jobban tudatosul náluk is, hogy ez egy magasabb osztály, magasabb követelmény, sokkal több koncentrációt, sokkal keményebb felkészülést ígér. Vagy kér, és mi annak idején, amikor beszélgettünk az induláskor a csapat tagjaival, akkor abban maradtunk, hogy nem lesznek halmozottan több edzés, felkészülés, stb. Viszont az a munka, amit bele kell tenni, az sokkal keményebb kell, hogy legyen ezen a szinten. Úgy tűnik, hogy erre most már a fiúk is ráébredtek, dolgoznak keményen, és bízunk benne, hogy alanyi jogon sikerül kivívni a bennmaradást. Mint Balogh Béla elmondta, azon dolgoznak, hogy az egész mérkőzésen kiegyenlített formát mutasson a csapat. Nagyon sokszor fordult elő hazai pályán, ráadásul, hogy az első negyedet nagyon rosszul kezdjük, és onnantól kezdenem. Idegenben most legutóbb alkalommal a Miskolc együttesénél, ott viszont az első két negyedet kezdtük nagyon jól, és vezettünk is végig idegenben a tabella második helyezettjénél, ott viszont a harmadik negyedben fogytunk el. Tehát ez a folyamatos koncentráció, és végig kevés, ha már 2-3 ember oda tudja magát tenni, ez már itt az NB1B zöld csoportban kevésnek bizonyul, tehát ez NB2-ben lehet elég volt, most már az kell, hogy mindenki a maga szintjén oda tegye a maximumot. A következő fordulóban a szintén újonc Budafokot fogadják a nyíregyháziak. A két csapat tavaly nyáron az osztályozó tornán találkozott egymással a Bánkiban, akkor szoros meccsen a fővárosiak nyertek. Az egy nagyon fontos mérkőzés volt akkor, ez is most egy fontos mérkőzés, hiszen hazai pályán nekünk meglepetést kell csinálni, tehát olyan nem működik, hogy egy bajnokságot úgy lehozunk, hogy csak egy-két kötelező mérkőzést nyerünk. Nyilván egyszer előbb-utóbb meglepetés kell. Azt gondolom, a Budafok együttesét ismerjük. Nagy részt azok a csapatgerincét azok a játékosok alkotják, akik úgymond az NB2 Final Four-ban is itt voltak. Nagyon erős csapatról van szó, korábban minden játékos szinte magasabb osztályt is megjárt játékos, és van idegenlégiós is, tehát én azt gondolom, hogy egy kemény küzdelemre számíthatunk. A Nyíkcseszegfű bútor Budafok mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki csarnokában.